A Mira lányom bevetésen, ugye, készül, már Miksikét viszi a karámba, én jó magam Jancsikát, Szürike itt van, ide jön majd Poszi, és Sárika már nyergeli a Matejt. Egy Miruska már aktív egyre jobban. Hát reméljük, ez a rendben, aztán majd üldögél szépen fokozatosan lóhátra. Finoman a kezeddel. Na. Itt van Miruska. Hopp, gyere János. Mirus is meg sike. Gyere Jani. Gyere. Ne gondolkodjál. Tegnap elég kis szemétláda volt. Van benne egy... Nem. Unvilige. Gondol egyet, akkor nem megy arra, nem megy erre. Helyre van rakva, akkor megsértődik. Na, Mária. Mehetsz. Kizabolgatok, és megyünk ki Matejjal először. Jaj, aztán... Elkezdek trágyázgatni szépen. Ma szombaton van verseny. Ez az egy van az agyába csak. Nyeríteni a csődörre is. Kanoskodás. Ez kap bőven. Amikor kell tőlem. Kis vattáspálcámmal. Mi van még siká? Bokrászat, igen. Így csinálom, és porolok az idővel, amikor bejönnek, akkor megkapják a reggelit. Katasztrófa nem lesz. Akkor megeszik. Jó, ide még poszigát kirakom. Pörgünk, ugye? Lányom már ki is jött Matejja. Ja nem, még nem. Lepucolja. De, kijött már lóhátomba. Felszáll magától a kis majom. Forgatóként kb. Ugyanaz, mint tegnap, csak ma nem jön Sanyánk, a Veres Sanyi Alika, és Mira viszont itt van. Jó. És ma már kedd van, tegnap volt hétfő. Csak így megzavarhat ez a hétfő, szombaton lesz verseny. Tradíció már az alagi díj mindig. Gárdban nem indulunk. Nem. Pörgök. Fölveheted a tesódot. Várja, már van. Vagy! Kettő trappoljál! Jó. Vagy kirobom poszikát. Jó. Na.